Mindenki arra panaszkodik Magyarországon, hogy mennyire megdrágultak az élelmiszerek. Amikor mutatok nektek üzleteket, akkor jönnek az üzenetek, hogy már-már amerikai áron veszitek otthon a termékeket, a fizetések bezzeg nem akarnak felzárkózni a nyugatiakhoz. Kíváncsivá tettetek, hogy ez tényleg így van-e, úgyhogy elsőként ennek járunk utána. Az árösszehasonlításban a Biatorbágyi Hajzlinszky család lesz a segítségemre. Sziasztok! Sziasztok! Andi, Balázs és a kicsi Hanna egy magyarországi spárban vásárol, míg én egy floridai Publixban pakolok hasonló alapvető élelmiszereket a kosaramba. Utána lesz egy másik összehasonlítás is, annak már nincs köze a magyarországi árakhoz. Olyan amerikai üzletláncokban nézelődhettek velem, amelyek egészségesebb, minőségibb, ugyanakkor magasabb árfekvésű, különleges termékeket kínálnak. Én azt bátran kimerem jelenteni, hogy Magyarországon jobbak, minőségibbek az élelmiszerek. Na de akkor nézzük meg, hogy hol drágábbak, és hol kell többet dolgozni értük. Megérkeztem a Publixhoz, ami nem a legolcsóbb élelmiszerüzletlánc. Nagyjából közepes árfekvésű, viszont minőségi élelmiszereket árulnak. Ebből van a legtöbb, mert hogy helyi, és ha jól tudom, akkor a legnépszerűbb is, úgyhogy itt pakolom tele a kosaramat. A zöld szőlőből fél kiló kerül 2 dollárba. A piros héjú burgonya 7 dollárba kerül, és 2,2 kiló van benne. A szabadon tartott tyúk tojása, itt 12 van a dobozban, 8 dollár 56 centbe kerül. A barilla spagetti 1 dollár 99, és ez 454 grammos. A danon joghurtból 4 összefűzve barackos 354-be kerül. Jöjjön most a dobozos organikus, vagyis biotej, amiből próbálok egy kisebbet keresni, mert ugye itt minden nagyobb kiszerelésben van. 2 literes találtam 6 dollár 9 centért. 520 gram körüli ez a darált marhahús 9,19-ért. Nehéz pontosan ugyanolyan kiszereléseket találni, mint ami Magyarországon van, de azért megpróbálkozom vele. Olajból itt gyakoribb a kukorica, a repce, találtam egy 1,1 literest. A lisztek is inkább nagyobb kiszerelésben vannak, olyan 2,2 kilósak. De találtam egy 907 grammosat 269-ért. Jobban megéri itt nagy kiszerelésben megvenni, de legyen akkor az 1 kiló körüli, mert otthon is inkább az van. Kristálycukorból a 907 grammos 219. Itt is látszik, hogy jobban megéri a nagyot venni, mert az 1 kiló körüli az 219, a dupla mennyiség 349. Menjünk fizetni. És akkor mindjárt mutatom nektek a számlát. Az, hogy mennyi az áfa, az ugye mindig a pénztárnál derül ki. És szerintem ez most egy picit sokkoló lesz nektek. Mert hogy itt nagyon sok dolgon nincs áfa, az élelmiszerek zömén, és például gyógyszerek nagy részén sem. És akkor látjátok, hogy ugye az áfa az nincs rajta, és így fizettem 50 dollár 80 centet. Ugye nagyon sokszor mondtam már, hogy magas az ingatlanadónk, viszont ilyenekkel kompenzálnak bennünket. És akkor most ezt a bevásárló listát elküldöm Magyarországra egy kisgyerekes családnak, nézzük meg, hogy ott mennyi lesz a végösszeg. Sziasztok! Megkaptuk a bevásárló listát, köszönjük szépen Edina! Hamarosan indulunk is a spárba bevásárolni. Mi Biatorbágyon élünk, mi vagyunk a Hajzlinszky család, én vagyok Balázs, a feleségem Andi, a kislányunk pedig Hanna, aki hova jár? Opipa. Igen. Kíváncsiak vagyunk mi is, hogy nekünk ugyanez a bevásárlás vajon mennyi pénzből jön ki. Segítő körülmény, hogy a két üzletlánc termék kínálata egészen jól összehasonlítható. 1 kg fehér szőlő 799 forintba kerül. 2 kg új burgonya 1249 forintba kerül. Edina kosarába 12 darabos tojás került, mi 10 darabos dobozt találtunk, úgyhogy ez fog a kosárba kerülni nálunk. Itt azért van 12 egy dobozban, mert az egy tucat, és ezt még az angol telepesektől vették át, ezt a gyakorlatot az amerikaiak. 10 darab szabadtartásból származó tojás 798 forintba kerül, így egy darab tojás 79 forint 80 fillér. Tyúk tojásból a megvásárolható maximum mennyiség 5 doboz egy vásárlás alkalmával. Itt a Covid idején volt limitálva, hogy egy-egy termékből mennyit vehetünk meg, mert hogy akkor nagyon sokan elkezdték felvásárolni a tisztítószereket, papírárukat. Itt a korlátozás egyes termékeknél azért van, hogy azokból ne legyen hiány egy esetleges tömeges felvásárlás miatt.
Egyébként az amerikai üzletekben a barna tojás a drágább, úgyhogy aki spórolni szeretne, az választhat fehéret helyette. Ennek ugyanolyan az íze, abban különbözik a barnától, hogy fehér tollú tyúk tojta. És itt a hűtőnél mutatom nektek, hogy ugye van nagyobb kiszerelésben is tojás, 18 darabos, 30 darabos, és talán az is érdekes lehet nektek, hogy itt a tojásokat mindig hűtőben tárolják, nem csak az üzletekben, hanem otthon is. A négyes csomagba összefűzött Danon sárga barackos joghurt 749 forintba kerül. Akkor vegyünk fél kiló Barilla tésztát 1149 forintért. Eden a 2 literes kiszerelésű tejet vásárolt, úgyhogy mi 2x 1 litert fogunk vásárolni, 2 literes biotejet nem találtunk. Ennek 1 literje 829 forintba kerül. 400 g darált marhahús 1599 forintba kerül. 1 liter repcei tolaj 1299 forintba kerül. Edina is repcei tolajat vásárolt, úgyhogy mi is ezt tesszük a kosárba. Kristálycukorból többféle kapható, mi a koronásat szoktuk venni. 1 kg 398 forintba kerül. Lisztből is egész nagy a kínálat. Többféle áron lehet megvásárolni a termékeket. Nálunk most a nagy titka búza finom liszt kerül a kosárba. Ebből 1 kg 236 forintba kerül. Sikerült összeválogatnunk minden terméket, megvan a 10 alapélelmiszer. Spárban lehetőség van önkiszolgáló kasszánál fizetni, mi most a hagyományos kasszát fogjuk választani. Ez a mi Publixunkban így néz ki. Aki nem akar sorban állni, fizethet itt az önkiszolgáló kasszánál. Ha pedig 10-nél kevesebb terméket veszünk, akkor mehetünk a gyors kasszához. Ezeknél az árut nem nekünk kell bepakolni, van, aki beteszi helyettünk a táskába. És hogyha szeretnénk, akkor ki is tolják a kosarat az autóig. A 10 alap élelmiszerért összesen 9492 forintot fizettünk. Én ennek majdnem a dupláját fizettem, de hogy elég alapos legyen ez az összehasonlítás, nézzük meg a fizetéseket is mindkét oldalon, mondjuk a bolti eladók bérét, amihez nyilván nincs pontos adatunk, csak azt tudjuk mondani, amit az interneten találunk. Mi úgy tudjuk, hogy a Spárban egy bolti eladónak a fizetése bruttó 330 ezer forint körül lehet. Ez bruttó órabérben 2100 forintot jelent. Ez azt jelenti, hogy egy bolti eladónak körülbelül 6 órát kell dolgoznia ezért a 10 darab alapvető élelmiszerért. Én pedig úgy tudom, hogy a floridai Publixokban az eladók 15 dollár körül keresnek óránként, vagyis nagyjából 3,5 óra alatt keresik meg annak a 10 terméknek az árát, amit mutattunk. Ugyanezért Magyarországon tehát nagyjából 6 órát kell dolgozni. Mi ezzel el is köszönünk tőletek. Edinának köszönjük szépen a lehetőséget, hogy közelünket vettünk. Sziasztok! Sziasztok! Itt is úgy van egyébként, hogy hiper és szupermarketből rengeteg féle van, nagyon nem mindegy, hogy melyikbe megyünk vásárolni, nem csak az árak, hanem a minőség miatt is. Vannak azok az óriások, amelyek mindent ránk ömlesztenek, ezek közül a Walmart a legnépszerűbb, mivel árakban verhetetlen. A Target már drágább, de magasabb minőséget is képvisel, úgyhogy az amerikai háziasszonyok mekkája. Velük vannak versenyben a családosok kedvenc hipermarketei, jó árakkal, minőséggel, nagy kiszerelésben kapható termékekkel. Ezekben viszont csak tagsági kártyával lehet vásárolni. A közepes méretű szupermarketekben inkább a napi bevásárlásokat intézzük, és vannak azok az üzletláncok is, amelyek főként latin-amerikai, ázsiai, egzotikus termékeket kínálnak. De most azokat ismerhetitek meg, amelyek minőségibb, egészségesebb, különlegesebb, ugyanakkor drágább termékeket kínálnak, ezek közül is a legnépszerűbbeket. A Whole Foods például teljesen olyan, hogy mindenki imádja. De persze nem mindenki engedheti meg magának, hogy itt vásároljon. A Walmartban én nagyon nem szeretem a házméretű, óriás kosarakat, itt legalább kényelmes, könnyen tolható, de mindig nagyon sokan vannak, úgyhogy eléggé zajos az üzlet, a hűtők miatt is próbáltam nyitásra jönni egyébként. Szóval ez az ország vezető natur és bio szupermarkete. Itt az átlag szupermarketeknél azért jobban odafigyelnek arra, hogy minél kevesebb legyen a műanyag csomagolás. Teljes mértékben azért itt sem tudják kiiktatni. A világítás, látjátok, diszkrét. A természetből is nyernek energiát, például napelemeket használnak. A Whole Foods-nak ugye a tulajdonosa az Amazon.
úgyhogy az Amazon Prime előfizetők bizonyos termékekhez még olcsóban is jutnak hozzá. Kedvezményeket kapnak, külön sorban fizethetnek a pénztárnál, nagyon odafigyelnek a frissességre, minőségre, támogatják a farmereket azzal, hogy nagyon sok dolgot tőlük vásárolnak. Mindig kaphatóak egzotikus, különleges gyümölcsök is. A legjobban ezeken a banánfajtákon tudom megmutatni a bőséges kínálatot. Itt van bébi banán, vörös banán, hagyományos, bio, macho plantain, vagyis főző banán. Ami barnább, az már édesebb, és akkor az sütéshez nagyon jó. Ha valami élelmiszer megmarad, akkor az nem a kukába megy, hanem élelmiszerbankoknak adományozzák, iskoláknak is komposztálnak, erre van külön üzemük, biogázt állítanak elő. Tudom, hogy Magyarországról nézve ez a bőség felfoghatatlan, meg pazarlásnak is tűnik, de szerintem abba kell belegondolni, hogy otthon van 10 millió ember, és azok általában ugye magyar ételekhez keresnek élelmiszereket. Itt van 330 millió vásárló, mindenki máshonnan jött, más konyhán is van, úgyhogy egymástól eltérő ételekhez keresik a hozzávalókat. És ahogy Európában, itt is nagyon népszerűek az olasz termékek, az onnan behozott szalámik, finom borok, sajtok, de szintén elsősorban az európai vásárlók miatt vannak itt norvég, spanyol, francia sajtok, pástétomok, ez viszont egy kaliforniai kék sajt. És nézzétek meg, itt a tej, amit a Publixban vettem, még pár centtel olcsóbban is van kirakva. A tojás, emlékeztek, 8,56 volt a Publixban, itt 7,99. Nem arról van szó, hogy ezekben a bio szupermarketekben minden drágább, csak nagyobb a választék különleges termékekből, jobban kedveznek az ínyenceknek. Külön sorok vannak a szépségápolási, kozmetikai és fitness termékeknek, táplálékkiegészítőknek. Szintén prémium minőségben minden, natur, kézműves termékek, szappanok, fürdősók, olajok, vitaminok, a fogkrémek és még a hajfestékek is, probiotikus szappan. Vannak szuperételek, proteinporok, kollagének, ez például 25 dollárba kerül ez a doboz. Úgyhogy épp ezért szeretik nagyon azok, akiknek fontos az egészség, meg a környezettudatosság. A hölgyeknek erre mutatok egy jó példát. Kapható organikus gyapjúból készített tampon, növényi alapanyagból, bambuszból készült betét. És ugye ez az odafigyelés nagyon fontos a kisbabáknál is. Nem csak az ételeiknél, a rágcsálni valóiknál, hanem minden olyan terméknél, ami érintkezik a bőrükkel. A házi állatoknak külön sorban van magasabb minőségű eledel, holisztikus, betegségmegelőző, organikus tápok. És a tésztáknál is látszik, hogy teljesen más a kínálat, mint az átlagos szupermarketekben. Ősi magvakat látok, ősi gabonákat, nem gyors előállításúakat, több a kézműves prémium minőségi termék. Ez itt például nem papírtasakos, pedig Európából jött, úgyhogy ne legyünk álszentek. Ott ugyanúgy zizegnek még az acskók egyes gyártóknál. Lehet hazavinni főzéshez, sütéshez, grillezéshez előkészített, pácolt, panírozott ételeket. Ezek itt mind organikus húsok, és sokan tényleg csak azért ugranak be, mert innen szerzik be az ebédjüket, vacsorájukat. Nemzetközi konyha szintén. Vegáknak is vannak ételek, saláták, levesek, meleg főételek. Helyben készülnek. Például ez a házi pita chipsük. Nagyon finom fogások vannak azoknak, akik nem akarnak vagy nem tudnak főzni. Készítenek szendvicseket is, és kérhetjük, hogy ezeket melegítsék meg. És vessetek egy pillantást a hidegtál választékra. Felkaphatunk egy ilyen leves dobozban, és vannak frissen sütött pizzaszeletek is. Itt Floridában van 32 Whole Foods, Európában is megjelent már ez az amerikai üzletlánc. Például láttuk Angliában, amikor ott nyaraltunk. A borok, na ez nagyon érdekes, tényleg mindenféle régió, spanyol, portugál, osztrák, német, francia, olasz válogatás, mindenfélét látok. Hisztamin és szulfitmentesek, biotermesztésűek, magyar borokat viszont szinte egyáltalán nem ismerik az Egyesült Államokban, legalábbis én ezt tapasztalom, valami baj lehet a marketinggel.
tápiókaliszt, csicseri borsós, de még élelmirosban gazdag cirokliszt is van. Nyílgyökérliszt, reform és egészséges élelmiszerekből tényleg mindenféle. Találtam hajdinát is. Tehát ez nem egy szaküzlet, ahol egészséges termékeket árulnak, hanem egy átlagos szupermarket, ahol jobban odafigyelnek a minőségre. A kiskeresetűek viszont nem igazán engedhetik meg maguknak, legfeljebb egy-két terméket választanak innen. A kenyereket a Covid óta zacskózzák, hogy ne fogdossák össze őket. De legalább vannak ilyen európaihoz hasonlító kenyerek, olasz meg spanyol, az általuk kínált rágók. Még gyömbéres is van. Különleges csokoládék madagaszkári vaníliával. Nagyon jó a csomagolása is. Egy-egy termék már csak a doboza miatt is csábító, mint ez az amerikai tea, zöld tea. A pénztárakból van hagyományos, önkiszolgáló, gyorssor, újabban pedig sok üzletben lehet fizetni a tenyerünkkel. Ez a biometrikus szolgáltatás az Amazonban. Itt is segítenek bepakolni a táskába, és akkor így papírtasakban. És itt felvehetjük az Amazon csomagrendelésünket, visszahozhatjuk, ami nem kell. Ez a Whole Foods-os Gallega baguette pedig egyszerűen hihetetlen, majdnem az egészet megettem. Egyébként nekem nem a Whole Foods a kedvencem, hanem a Fresh Market, ahol azt nézem majd meg, hogy ugyanazok a termékek, amiket Balázsékkal összehasonlítottunk, itt mennyibe kerülnek. És mennyivel lenne drágább, hogyha még egészségesebb termékeket keresnék. Ezt például szeretem, hogy nem kell ilyen nagy kosarat tolni, hanem van nekik ez a kis mini változat. És hogy rögtön itt vannak a bejáratnál a virágok, ezzel megteremtik a hangulatot a vásárláshoz. Hogy mennyire széles a választék, azt itt a szilváknál tudom mutatni, amiből azonnal találtam négyféle változatot. Ezekben az üzletekben jóval kevesebb a műanyag csomagolás, és ha már odafigyelés, környezetvédelem, a világítás is nagyon visszafogott az üzletben. Brazil dió, pekán. Ezekből a hordokból például a világ minden tájáról tudunk kávészemeket válogatni, frissen őrölni és ilyen papírtasakokban hazavinni, de akár meg is kóstolhatjuk őket itt. A jégkássában friss guacamole van, ők készítik itt helyben. $8 kerül ez a doboz. Organikus, frissen facsart levek. Mi ezt a floridai márkát szeretjük, nagyon finom. A szőlő $3 kerül többe itt. Ez is milyen érdekes, könnycsepp szőlő. És itt a példája annak, hogy nem minden termék drágább csak azért, mert ilyen üzletben vesszük meg. Egészen elképesztő a választék készételekből is, tényleg. Picit párás az üveg, nem annyira látszik, de szendvicsek, húsgombócok, friss saláták, a nagyon egészséges változat, hagyományos ételek, töltött káposzta, természetesen az olasz termékek azok mindig nagyon mennek. Itt pedig már azt mutatom nektek, mennyire széles a választék. Tengeri herkentyükből, friss halakból, kagylók, csigák. Ezekből is van, ami fűszerezett, előkészített, panírozott. Mennyire jól néznek ki a rákpogácsák. És itt bátran merek venni húsokat, mert nem csak frissek, hanem organikusak is. A legdrágább sztékek is. És hogyha most innen venném a pultból a marhahúst, akkor még $3 kevesebb is lenne, mint a Publixban. Itt helyben készülnek a sütemények, a péksütemények, és a cukrásztermékek, torták is. Én most egy eperes tortaszeletet viszek haza, 1869 óta, krémszóda. Hogyha a dobozos buborékos üdítőket nézzük, a Barbie Pink különleges csodától kezdve tényleg mindenféle van. Koffeinesek is. Limonádék ízesített vizek. Van most két nagyon népszerű márka, hogyha a snackekről van szó, és a gyerekeknek veszek az iskolába, akkor én is ezeket választom. A tojásnál például minimális a különbség, 4 cent. A hagyományos organikus tejeknél egyáltalán nincs különbség, viszont hogyha lecserélem azokat növényi tejekre, akkor azok már jóval drágábbak, és kisebb kiszerelésről beszélünk. Zabtej, kesutej, kókuszos, de egyébként a növényi tejek minden üzletben egy kicsit magasabb áron vannak. Találtam egy érdekes tejet, ami egyébként akcióban $5 kerül, hogyha 2 veszünk belőle. Ugyanakkor a kiszerelés, és akkor így olcsóbbra jön ki, mint a Publixos.
És ezzel még harcolhatunk is a klímaváltozás ellen, ha valakinek ez is fontos, és erre is szeretne figyelni. Danone aktívját például itt nem árulnak, ugye 4 doboz volt, 3,54. Nem csak a csomagolások különlegesek, hanem tényleg ezek már magasabb minőséget képviselnek. Egy pici doboz kerül majdnem ugyanannyiba, mint Danone aktíviából 4. Az európai stílusú kézműves termékek mindig különlegességnek számítanak, mint ez a vaj is, és még zsír is van 10 dollárért. A másik nagyon népszerű egészséges snack, vagyis keksz változatok, amiket a hozzáértők, a dietetikusok is ajánlanak. Ezek nyilván többe kerülnek a hagyományos kekszeknél, amiből itt nem is lehet találni. Ezekben az üzletekben nincs Oreo keksz. És ha már az Oreót említettem, pontosan 2 dollárral olcsóbb ennél a keksznél, és dupla mennyiség van a dobozban. Karfi olasz burgonya chips. A Barilla tészta 1,99 dollár volt a Publixban, viszont az egészségesebb változat 3-4 dollárba kerül. Vagy ami már tényleg nagyon kézműves és különleges, az 7 dollárba. Természetesen papírtasakban. A gluténmentes 5,29. De van 5 dollárért kasszavás, és ezek is lassú szárításúak 3,29-ért. Ezek milyen érdekesek, előkészítve a leveshez. 8 dollárba kerül, minden benne van, ami kell hozzá. Ez egy enchiládás leves. A hátoldalán, hogy kell elkészíteni, van tésztás is. Ez nagyon jó ötlet azoknak, akik egy kis levesre vágynak, gyorsan el akarják készíteni. Itt lehet kimérősben megvenni mindenféle magot, szárított gyümölcsöt. De vannak perecek is. Gluténmentes, különleges méz 15 dollár. Akácia 12 dollár. Gesztenye méz. Nagyon jól néz ki. Dobozkában árulva 19 dollárért. A pollen. Ott fenn még fűszeresek is vannak. A kisfiam nagyon szereti a fahéjas müzliket, és ezt a márkát szoktam neki venni a Publixban 6 dollár 30-ért. Itt 6 dollár 99. És ugyanennyiért most találtam egy másikat, amit kipróbálunk. És ennek a dobozán rajta is az összehasonlítás a többi márkával. Kevesebb cukor van benne is, gabonamentes. Itt nem is a hagyományos cukrokat árulják, úgyhogy azt például nem tudom összehasonlítani. Inkább másféle alternatívákat kínálnak. Mát cukrokat, barna cukrokat, édesítőket, szirupokat, agáve, melasz, és hopp, egy magyar paprika, mint különlegesség. Így a fűszeres polcon. 2,69 volt a Publixban, látjátok a különbséget. És még nagyobb a különbség, hogyha különlegesebbet szeretnénk. Vagy a diétás változatokat. Mutatom egyben a sort, hogy milyen sokféle van. A kinoástól kezdve a zablisztán át, egészen a kasszava, mandula lisztekig. Bőséges a választék az egészségesebbnek mondottakból. És a kézművesekből. A sajtos pultot látjátok, ami még itt is folytatódik. Rengeteg olasz, francia, holland sajt, gódák. Vannak a saját márkás termékeik, amiket itt helyben csomagolnak, helyben készítenek. Itt helyben készítik a pizzákat, sushikat. Üvegben a szőlőlevél. Ez az extra szűz görög olívaolaj 20 dollárba kerül. Még mielőtt fizetnék, megmutatom nektek a bor, pezsgő választékot. Na most ezen meglepődtem, ez egy kicsit csalódás, hogy nejlon tasakokat látok a pénztárnál. Eddig csak papírzacskók voltak. Hát úgy látszik, hogy vannak dolgok, amikből ők is engednek. Még mielőtt beugrunk a következő hasonló üzletbe, megállok egy termelői piacnál, mert aki egy picit is odafigyel arra, hogy mi kerüljön a család asztalára, az gyakran vásárol ilyen helyeken. Ők elsősorban húsokat, tengeri herkentyűket árulnak, de vannak friss zöldségek, gyümölcsök is. Én még itt nem jártam, úgyhogy most az első benyomásom az, hogy hatalmas. Van választék bőven, egy egész csarnoknyi. És pont ezért ajánlották nekem.
egzotikus zöldségekből, gyümölcsökből is. Fantasztikus a kínálat, minden nagyon friss. Őrület kínálat a hüvelyesekből is. Napraforgó mag, pirított. És a húsos részleg, egy külön csarnok. A brazilok kedvenc sajtos kis pogácsája fagyasztva. Füstölt termékek. A disznónak füle, farka, minden része. Ez itt a bőre. Itt vannak a fülek. Disznógyomor. Nyúlhús. Szóval itt vannak különlegesebb hústermékek. Csirkének is minden része. Láb, nyak, zuza, szív. Ez itt majdnem 4 kg disznóhús. Hát döbbenet tényleg. A marha, vese, májak. Ide tényleg csak azért kukkantok be, hogy lássátok, hogy ilyen típusú is van. Ott van a tengeri herkentyűs pult. És tényleg mindenféle ebből is. És az egészet bejárni is nehéz. Külön szekciók vannak. Itt a tejtermékek, sajtok. Amis vaj. Egy ilyen guriga 5 dollár. Friss torma. A 30 darabos tojás olcsóbban, mint a Publixos 12 darabos. Fürk tojás 4,19. Megkeresem itt a tejet is. Hát az itt is 6,99. Bizonyos termékek olcsóbbak, van, ami meg ugyanolyan áron van, vagy egy picit drágább. A választék az mindenképpen szenzációs. És itt lehet egyébként enni is meleg ételeket. A liszt például csak 10 centtel olcsóbb, mint a Publixban. A spagetti még 20 centtel drágább is. Úgyhogy ők nálam árban nem nyertek, inkább a választékukkal nyűgöznek le. Ezek az olívaolajok. És mekkora uborka. Érdekes hely volt, tetszett nagyon. Egyébként a mi városunkban például két hetente van kis helyi piac, illetve péntekenként utcai, különféle utcai ételeket lehet kóstolni büfékocsikból. És akkor itt a legújabb a környékünkön, ami néhány napja nyitott meg. Ők például a házias termékekre specializálódtak, hogy minél több minden legyen a helyi farmokról. Frissen, magas minőségben, abszolút az egészséges termékeken van a fókusz, helyben sütött pékáruk, szalámik, sajtok, amiket nem kell már külön kérni, hanem innen csak egyszerűen leemelhetünk a polcról, ha épp olyan van kirakva, amit szeretnénk. Ezeket minden nap frissen szeletelik és teszik ki. Nagyjából ugyanazok az egészséges termékek megtalálhatóak itt is, mint a másik két üzletben. Igazából árban sem látok különbséget az előző kettőhöz képest. Most nyitottak úgy, hogy akcióznak bizonyos termékeket. Chipsekből, snackekből is az egészségesebb változatok. Édesburgonyás puffancs, gabonamentes, mindenmentes termékek, gluténmentesek. A snackeknél környezetbarát megoldás a tárolásra, gondolom a csomagolás is. És lehet utáljátok már az organikus szót, de hát látjátok, a kutya eledel is lehet az. Hogy mi a különbség az organikus és a bio között, azt már egy másik videóban elmagyaráztam. Igazából itt más a minősítés és az élelmiszerbiztonság is, mint Európában. Kimérősben a proteínporok, kollagén, peptid. És itt is vannak szemes kávék, amiket helyben őrölhetünk. Illetve szárított zöldségcsipszek kirakva. Reggeliző pejhek is választhatóak innen. Ez tényleg nagyon jó, hogy így látszik a különbség például a lisztek között. Cukrok, élesztő, még a Himalája só is kirakva dobozban, nagyon jó. Van önkiszolgáló és hagyományos pénztár, itt viszont látok nejlontasakokat. Kihelyeztek vászontasakokat, próbálják rávenni a vásárlókat, hogy ezeket használják. Ami érdekes, hogy ki sem mozdultam ebből az utcából. Jó, egy nagyon hosszú sugárút, de mind a három szupermarket egy helyen volt. És persze nem csak ez a három van, de én már elfáradtam ebben a nagy nézelődésben, vásárlásban. Úgyhogy találkozunk legközelebb. Sziasztok!